Szevasztok, Rikari vlog, itt ülünk a 72-es trolli, ami 72-es, de már egy jó ideje nem ebb. És akkor megyünk haza, leszállunk a hazai pályán az állatkertnél, de mint az gyerek Rikari, és közben megnyomjuk a gombot, hogy kizöldüljön itt az ajtó fölötti LED sor, és kinyíljon az ajtó, és le tudjunk szállni. És akkor most ez egy ilyen kis nyári körbetekintős történet lesz. Ilyen gyalogvlogos körbetekintős történet. Innen a troli megállóból fogunk sétálgatni. És ugye első ajtón se troli, ezért csak késve nyitja a hátsó ajtót. És most itt fegyelmezettek voltak az utasok, mert hogy tényleg nem szálltak föl, hanem elől szálltak föl. És akkor itt a megálló névadóját nézzük meg. Ugye az állatkert, itt is el lehet napokat tölteni. Nekem egy időben bérletem volt ide, és elég sokat jártam. Majd valamikor el fogunk ide is jönni. Egyébként a budapesti állatkert a nemzetközi élvonalban van az állatkertek között. De most mi nem az állatkertet jöttünk megnézni, meg nem is a Gunde léttermet, hanem itt át fogunk haladni enyhén szabálytalanul, vagy tudjátok mit, elmegyünk oda a zebrához, és akkor nem szabálytalankodunk, mert hogy itt egy kis ligeti séta lesz, és egy kis programajánló, bár konkrétan azt a programot már nem fogom nektek ajánlani, amit én nézek most itt meg, mert az tulajdonképpen ma van utoljára, és nem biztos, hogy ma fog kimenni ez a videó, de általánosságban hasonló program, így a kánikulára erősen ajánlható. Egyébként nem is rejtem véka alá, bár még nem tartunk ott, de elmondom itt, hogy múzeumba fogok menni, mert hogy itt a 37 fokban a strandon nem lehet megmaradni, a múzeumban pedig a szépművészetiben a műtárgyak között 22 fokos stabil hőmérséklet van, úgyhogy ez a legjobb program szerintem kánikulában, nem pedig a strand, ilyenkor éjszaka kell strandra menni. Na, Balatonra járnak éjszaka a vonatok, úgyhogy tök jó. Meg hát nem tudom, hogy ott a pesti fürdőkben melyikben van éjszakai fürdőzés. Mindenesetre mi most el fogunk sétálni a Szépművészetiig. Itt a ugye régen a Városligeti tó egy nagyobb kiterjedésű volt, és ugye itt volt a azt hiszem ezt hívják Nádor hídnak, aminek már csak az egyik fele van hídként meghagyva. A ugye vendéglátóipari egység van a másik oldalán, és fel van töltve. Ugye ma már egy ilyen kisebb kiterjedősű és kibetonozott dolog a Városligeti tó, de régen ez egy ugye természetes képződmény volt. És itt mindenféle ilyen kis, tulajdonképpen ilyen kis ártéri lapályos terület volt, és ilyen patakocskák hálózták be, és hát nagyobb kiterjedésű volt maga a tó. Egyébként itt, ha már sétálgatunk, hát elég erős itt a fény. A valaha itt, ahol ez a rétes terület van, már nem rétes, amit megeszünk, hanem ez a füves terület van, valahol itt közlekedett annak idején a kisföld alatti, ugye az feljött a felszínre, és volt itt az állatkertnél is egy megállója, talán valahol itt ezen a részen lehetett. Ugye egyik évben, amikor itt ilyen feltúrták a környéket valamilyen közmű, vagy nem tudom milyen építés miatt, talán a Liget projekt keretében, akkor még egyébként elő is kerültek itt a föld alatt régi kisföld alatti sinek. Ugye itt a felszínen ment a kisföld alatti, és az állatkerthez egy ilyen vas alul vagy felüljárón lehetett átjutni. Ugye itt az utolsó két megálló a Hősök tere után kijött a felszínre, de ezt majd mindjárt látni fogjuk, de haladjunk is tovább a célunk felé. Egyébként ez a része a Ligetnek nem olyan sokat változott. Ugye annó 6. kerületi lakosként sokat jöttem ki ide feelingelni. Hát ezek a padok például ugyanígy voltak kifestve, én úgy emlékszem.
Ugye jó pofa színes, hát azóta már kicsit megkoptak. És ugye inkább a projekt az a liget projekt az a túlsó oldalát érintette a ligetnek. Itt van egy ilyen kis vadregény, ez tök jó. És akkor tovább haladunk itt a sétányon. A hősök tere felé, hát most nem készültem a hősök teréből, mert elvileg kívülről kellene tudnom annak idején, ugye volt idegenvezetés tantárgyunk a gimibe, de nem vizsgáztam le belőle, és akkor még angolul is kellett tudni elmondani itt a látnivalókat, meg a történetet, de most nem készültem fel belőle, úgyhogy nagy hősök tere körbetekintő nem lesz, csak egy ilyen kis röpke, hogy az idő elütését szolgáló történet. Itt pedig ugye a kis tehen vagy bika látható, de erről volt még a Rikári csatornán ugye furka vlog sok évvel ezelőtt. Most pedig tovább haladunk a hősök tere felé. Ugye én már látom a célállomást, ugye az az épület lesz a célállomás, kellemes 22 fok, jó kis nyári program. Azt lehet, hogy elfelejtettem mondani az előbb, hogy csontvári kiállítás van máig, amire én el akartam jönni, és tegnap szembesültem vele, hogy hoppá, ennek vége van. És ezért gyorsan vettem egy jegyet, és ma délelőtt a Nagyinál voltam, délutáni programnak meg beiktattam ezt. De nézzünk még rá még egyszer a tóra, és akkor megnézzük itt a... Már nálam is volt róla szó, meg más videósoknál, ugye itt a Kisföld alattinak a nyomvonaláról. Hát itt van egy híd, ami tulajdonképpen a semmit íveli át, hát az a semmi, az valaha a Kisföld alattinak a felszíni nyomvonala volt, és akkor ez a gyalogos híd ívelt át rajta, ugye gyalogosan itt át lehetett kelni az egyik oldaláról a másikra. Egyébként Wünsch Róbert tervei szerint épült, és Magyarország első vasbeton hídja. Hát ha már így vagyunk, ha már elgyalogoltunk erre, akkor menjünk át a hídon, a ma már semmit át nem hidaló hídon, amit ugye műemlék, mi volt a ipari műemlék, mi volt a miatt karbon tartanak és fenntartanak, és tulajdonképpen használható állapotban van, ha bár funkcionalitása már nincsen. Na, hát itt legalább kellemesebb a nyári hőmérséklet. És itt az árnyas fák alatt. És akkor ha már így megnéztük itt a hidat, ugye hát ez a föld alatti építése kapcsán 1896-ban épült meg, lehet, hogy már 95-ben elkezdték az építését. Közben hát azért sajnos itt annak ellenére, hogy ugye ez egy műemlék, sajnos itt a graffitik azok megtalálhatók. Nem olyan nagy számban, de kicsit csúfítják itt a történetet. Ugye én nem vagyok ilyen graffiti ellenes, de ilyen helyen igen. Tehát ugye egy műemlék esetében igen. Látjátok, na ide kiraktak egy kis táblát, ahol látszik két régi fotó, hogy hogy bukkant ki a millenniumi emlékmű mögül a föld alatt, illetve hogy ez alatt a híd alatt hogy ment át. Egyébként 1973-ig állt fenn ez az állapot. Ugye akkor történt meg a Kisföld alatti felújítása és meghosszabbítása, és nem tudom, de nem találom, pedig volt itt a hídon emléktábla az építésről, de akkor lehet, hogy ez már nincs, hanem csak ez a kis tábla van helyette. Na, minden esetre az építésről itt nincs meg az info, de ugye 1896-ban készült el a föld alatti a millenniumi kiállításra, és akkor épült ez a híd, majd 1973-ban került használaton kívül, hát ott, ahol vízen járnak az emberek, ott, illetve ez alatt a sétány alatt
vezet a föld alatti mai nyomvonala ugye a mexikói útig, és a két nyomvonal az tulajdonképpen itt ér össze, ugye ott látszik is a millenniumi emlékműnek a háta, és itt körülbelül, hát nem tudom pontosan megmondani, hogy hol, de a régi nyomvonal valahol itt a villanyoszlop környékén ér össze az újjal. Amúgy a telefonnak nagyon nem tetszik ez a napos időben való körbetekintőzés, de azért egy picit rátekintünk a Hősök terére is. Hát ugye itt megy a ligeti piknikezés és feelingelés, nagyon jó kis program. Ez a része megmaradt ebben a hagyományosabb, meg felújítatlan állapotban a ligetnek. A másik részét, ugye a másik oldalát legutóbb jártuk körül, és akkor, illetve hát egy részét jártuk végig, ugye a liget szélén, ott a Néprajzi Múzeum mellett, és ott egész más stílust mutat, ugye az ottani létesítmények. És akkor megpróbálunk itt áthaladni. Addig visszajövünk selfie módban. Szerencsére nincs a múzeum előtt nagy sorállás, bár nekem helyjegyem van, ugye, időablakos jegyem van, úgyhogy gondolom, hogy be tudnék menni így is, úgy is. Na, szóval átmegyünk itt a zebrán, és akkor egy nagyon rövid körbetekintést fogunk a Hősök terén is csinálni, de annak a látnivalóit nem fogom most kielemezni. Na, ott közben az autók átengednek minket, köszi. Itt annak idején nem volt zebra át a térre, és mindenki mindenütt mindenen keresztül jött, de most már ugye azért jó pár éve ez meg van csinálva, még a 90-es években itt nem volt zebra, és jól a káosz volt, aki nem a turista buszokkal érkezett, akik ugye itt a tér szélén parkoltak akkoriban körbe, az hát baleset veszélyesen tudta a teret megközelíteni, és akkor nézzük meg itt a Hősök tere, monumentális tér egyébként a nem mindig nézett ki így, bár ugye az emlékmű a királyokkal és a vezérekkel az akkor is megvolt, már a millennium óta, 1896 óta, de a tér egyébként egy ilyen kertes, bokros, fás, nagyon szép tér volt, és azt hiszem 1937-ben az eukarisztikus kongresszus alkalmával kövezték így le, mert hogy akkor is itt tartották a misét, mint ahogy azt hiszem, hogy két éve vagy mikor volt újra eukarisztikus. És utána a park nem lett helyreállítva, úgyhogy hát én szerintem az nem tett annyira jót így a térnek, tehát nekem jobban tetszett a régi kinézete. Majd megpróbálok vagy belinkelni, vagy bevágni képet a régi Hősök teréről, hogy nézett ki 1937 előtt, szerintem sokkal jobb volt. De hát ez az én magánvéleményem, persze itt tömegrendezvényekre, meg a turistáknak fotózkodni az emlékművel kényelmesebb ez a nagy köves plac, de itt azért a 37 fokban azért nem annyira kellemes. De ott közben ugye szemben a műcsarnok. Oda most nem megyünk, de ennyire műveltek nem vagyunk, hogy két múzeumba is menjünk egy nap. És akkor ugye itt a szép művészeti, kellemes 22 fokos légköre. Ide fogunk bemenni, és ott látjátok, hogy Csontváry 170, azt hiszem 170 éve született. Én nem tudom az életrajzát, úgyhogy de az körülbelül stimmel a 170 év a születéséhez, ha jól emlékszem rá a sztoriára, úgyhogy ide fogunk most bemenni, és kellemes 22 fokban eltölteni a délutánt,
nem pedig itt rohadni a köves hősök terén. Na, lassan el is jön a 14 óra, amikor be lehet lépni a jegyemmel, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a kis gyalogvlogos, körbetekintős, kicsit csapongós, mert több témát érintettünk, kis vlogot megnéztétek, mindenképpen iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, és nyomjátok meg a csengőt, hogy értesüljetek az új videókról, és természetesen nyitva áll a csatornatagság lehetősége is, amivel előbb láthatjátok a videókat. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, tartsatok velem legközelebb is, Rikári voltam Budapestről, sziasztok, csüssz! Ezt is szokták mondani, hogy honnan.